Sziasztok, Anami vagyok. Kommentben kaptam két kérdést, mind a kettő fontos, úgyhogy válaszolnék rájuk. Az első kérdés az volt, hogy menstruáció alatt érdemes-e folytatni a testfélév gyakorlatát. Mert hogy a joga irodalom szerint elméletben nem. Hát nyilván mindenki maga dönt erről, én elmondom a tapasztalataimat. A női szervekben semmilyen kárt nem tesz ilyenkor, de a vérzés mennyisége nőni fog. Úgyhogy ha valaki vérszegény vagy legyengült állapotban van, akkor semmiképpen ne csinálja a menstruáció alatt a gyakorlatot. De egyébként szerintem lehet lágyan, finoman, egészen lágy hasi légzéssel lehet folytatni. És hogy miért mondom ezt? Azért, mert hogy a meditáció is ugyanúgy növeli a vérzés mennyiségét menstruáció alatt, mint ez a gyakorlás. Tehát alapvetően nem szervi kérdés ez a dolog, hanem arról szól, hogy a menstruáció egy nagyon erős tisztulás. Nyilván, hogyha mellette gyakoroltak, akkor ez a tisztulás még erősödni fog. Ez csak az vállalja be, aki elbírja. A másik kérdés arra vonatkozott, hogy ha folyamatosan ismételgetitek a testfélév gyakorlatát, akkor ez nem okozza valamilyen kibillentséget. Nagyon-nagyon okos kérdés, és végtelenül díjazom, hogy gondolkoztok. Nagyon-nagyon tetszik. És nyilván olvastátok a Chakra Program könyvet is, és az alapján kérdezitek, mert a könyv az arról szól, hogy valóban lehet orvosolni a csakrák kibillentségét, mégpedig olyan gyakorlatokkal, amik túl- vagy alulműködés esetén segítenek. De ez egy általános gyakorlat. Ez azt jelenti, hogyha a középpontból, a test középpontjából indulunk, és bekapcsoljuk ezt a pumpát vagy motort, akkor ez erővel fogja feltölteni az egész testet. Ami fog történni az az, hogy a gyakorlat hatására erőhöz juttok. Ez nem túlműködés vagy alulműködés, hanem egy megtartott sugárzó erő a testben. Úgyhogy jó gyakorlást! Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok! Isten áldjon benneteket! Sziasztok!